Reggeltől estig programok tömkelegével várták a Babits Mihály Kulturális Központba érkezőket a hétvégén. A már hagyománynak számító nőnapi kavalkádon minden a hölgyekről szólt. Most ezen a hangrelaxáción voltam, hát ez csodálatos. Most aludni kellene, kikapcsolja az ember. Nagyon örülünk, hogy itt vannak, és van ilyen rendezvény. Úgy látom, hogy sok embernek igénye van a közösség életre, hogy kikerüljenek egy kicsit a mindennapi hétköznapoknak a gondjaiból, bajaiból. Amíg az intézmény rendezvény termében a bababőrzén használt ruhákat vásárolhattak a szülők, addig az előtérben a csajos cuccok vására zajlott, ahol egyebek mellett táskákat, ékszereket és különböző kozmetikai termékeket próbálhattak ki, és vehettek az odalátogatók. Továbbá sminktanácsadással, színelemzéssel is készültek a szervezők. A rendezvény célja az, hogy minden hölgy a mai napon itt találjon magának olyan elfoglaltságot, ahol szívesen részt vesz, akár vásárolgat, akár kipróbál termékeket, akár egy kis sminkpróbára beül Wolf Dorina sminkeshez, akár sportol egy jót, kimozogja magát, illetve egy kis lelki feltöltődést kap. A nőnapi kavalkád este pedig bállal zárult, ahol Szabó Ádám énekes harmonikás szórakoztatta a vendégeket.